Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Győrben! A darna beszédünk elején mondjuk el az OM-NÁM-mantrát közösen, hétszer. om Nam. Köszönöm szépen. Butha korábban volt egy nagyon híres világi gyakorló, Vimalakirtinek hívták, és emlékezzünk, ez 2500 évvel ezelőtt volt, amikor csak szerzeteseknek járt az Arahat név, a megtisztult név. Mégis egy világi gyakorló nem csak, hogy 2500 éven keresztül tovább élt a Mahayana buddhizmusban, hanem még szútra is fűződik a nevéhez. Ez a Vimalakirti nérdés a szútra, melyből két mozzanatot szeretnék ma este a bevezetőben kiemelni. Az egyik Vimalakirti betegsége. Vimalakirti beteg volt, és megkérdezték, hogy tiszteletreméltó világi gyakorló, mi a betegséged? Azt mondja, nem tudom sem névhez, sem formához kötni, de hogyha a nem kettősség gyógyszerét adjátok nekem, akkor meggyógyulok. Ekkor Budha, Sákjamoni, összehívta a tanítványok gyülekezetét, és arra kért mindenkit, hogy adják meg Vimalakirtinek a nem kettősség gyógyszerét. És nagyon sok földi halandó, bóthiszatva, istenség és egyéb létforma volt jelen, és a buddha megkérdezte őket, mi a nem kettősség. És a buddha tanítványai, akik a szútrákat már jól ismerték, a buddha szóbeli tanítása több mint 45 éven át tartott, melyből később a szútrák lettek, volt olyan tanítvány, aki több évtizedig hallgatta a buddha beszédét, például Ánanda, Szubhuti, Agi Visszána. és ők mindent tudtak. De a tudásból mikor lesz tapasztalás? Amikor a buddha ilyen kérdést tesz föl, hogy mi a nem kettősség, mi a gyógyszer a betegségre, akkor nagyon kevesen tudtak érdemi választ adni. Odáig eljutottak, hogy szenvedés és megváltás nem különböző. Nirvána és szamszára egy lényegű. Jó és a rossz közös gyökérből fakad. Ezt mind-mind tanítványok mondták. De nem sokkal a szóbeliség megnyilatkozása után a Butha egy újabb tanítványra mutatott, mi a nem kettősség gyógyszere. Amikor Manjusri a bölcsesség bóthiszatvája került sorra, akkor a buddha föltette neki a kérdést. Manjusri, mi a nem kettősség? Erre ő így felelt. És ekkor Vimalakirti kielentette, meggyógyultam a betegségből. A zenben több évszázad evolúciója során, a nem kettősség nem csak a csend, hanem egy olyan egyévállás tapasztalat, ahol minden dualitás visszatér a keletkezési helyére. Hogyha ezt a hangot hallod, abban a pillanatban a tudatod nem gondolkodik, nem szól, nem táplál érzelmeket, és nem is cselekszik. Ebben a pillanatban az egyévvállás meggyógyította azt a szenvedést, amit magadra és másokra mérsz egyaránt. Semmi másra nincs tehát szükség, mint az elméd folyamatos narratívájának a felfüggesztésére, és megmaradni abban, amit Vimalakirti így hívott a teremtetlen, türelmes elviselése. Megszokhattátok, hogy szervezetvallások elképesztő jelzőket és díszítményeket tesznek a tapasztalatokra. Olyannyira, hogy eltelik egy pár évtized vagy évszázad, és a tapasztalat eltűnik a díszítmények, a jelzők, a megfogalmazások és a rendszerek súlya alatt. Több rétegnyi reflexió borítja be a primér tapasztalást. És az utókor már ezekkel a metarétegekkel azonosítja jobb hián azt, ami nem név és nem forma. Tehát amikor Vimalakirti azt mondja a tiszta tudat állapotára, hogy a teremtetlen türelmes elviselése, akkor itt semmiféle túlzást, mítoszt, identitás teremtést nem hallasz. Itt azt hallod, amit Vimalakirti tapasztalt. Ez pedig az a tudat tudatállapot, amely minden dualitástól mentes minden gondolat folyamattól mentes, minden érzelmi hullámzástól mentes, minden cselekvéstől, szóbeliségtől mentes, és épp ezért olyan tiszta, mint a tér, olyan, mint a tükör. Ezt hívjuk teremtetlennek. Amikor a szívszútra, a meghaladó bölcsesség szíves szútra szövegét olvasod, esetleg recitálod, akkor folyamatosan Lépésről lépésre megszünteted a projekciókat, az illúzióteremtést, a hamis azonosulást, és eljutsz a teremtetlen állapotába, a nem keletkező és nem megszűnő jelenvaló tükörszerű állapotába. És a teremtetlen állapota nem könnyű. Az elme számára nincs fogódzó, nincs kapaszkodó, nem lehet semmiféle formába vagy névbe önteni. Hogyha megragadható lenne, ha tárgyasítható lenne, akkor el tudnád különíteni magadtól. Pedig az önvaló nem válik el az önvalótól. Tehát a teremtetlen türelmes elviselése az a meditációs tapasztalat legegyszerűbb, legtisztább formája. Meditációként nagyon sok mindent hallhatsz. Gondolj erre, képzeld azt, menj a múltba, vetítsd ki egy jobbik önmagad. Ezeket olvashatjátok, hallhatjátok. De ezek úgynevezett objektumorientált, tárgyas meditációk, és mélyen a te világtapasztalatodba, az önmagad tapasztalatába nem nyúl bele. És nincs benne az a pont, az az egyévvállás, amely meggyógyít abból a betegségből, ami a téves nézetekből, a haragból és a kapzsiságból fakad. Hát amennyire kiterjedt a hagyomány, 84 ezer kötetnyi szútra maradt csak szövegesen hátra. Pontosan annyira egyszerű a gyökere, annyira világos az, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy te elérd igazi önvalódat, és az önképeitől így szabadulj meg, és megfelelő módon építsd fel azt a személyiséget, akit te emberként viszel, nem csak ebben az életben, azt viszed tovább a következőbe is. Ennek a teremtetlennek a tapasztalata, a tiszta, tárgyatlan tükör tapasztalata, amelyre nem ragad semmi, amelyben nincs véset, amire nem festett senki semmit, És ezek után, hogyha a teremtetlen, türelmes elviselése a tiéd, akkor utána tudod a teremtettséget elviselni. Nézd meg, mennyi bajunk van a testünkkel, a lelkünkkel, a világunkkal, a másik emberrel, a párral, a családdal, a csoporttal. Mennyi bajod van ezzel, és miért? Mert a tükröd nem tiszta, mert nem vagy képes úgy látni magadat és a másikat, ahogy van, mert mindig akarsz valamit, mert mindig menekülsz valami elől, mert mindig valaki szeretnél lenni, és annak az ellenkezője pedig nem akarsz lenni. Az elmének ezek a túlélő, birtokló és teremtő ösztönei. Amíg ezt nem látott tisztán, amíg ennek a folyamatát nem függeszted föl, nem teszed teremthetővé, indíthatóvá és megállíthatóvá, addig a karmád rabja vagy. Honnan tudod, panaszkodsz, kivetítesz, kívülről várod a megoldást, elégedetlen vagy, egyik pillanatban boldog, a másik pillanatban pedig teljesen nyomorult. Innen tudod, hogy az elméd rabja vagy. Innen tudod, hogy a saját reakcióidat nem tudod uralni. Tehát nagyon egyszerű a dolog, nagyon egyszerű a teendő. Vissza kell térni ezen gondolatfolyam elé. Az elmélyülésnek, az egyévválásnak több fokozatát különböztették meg még a téraváda időkben is, amely a mai téravádinokra is jellemző, hiszen ez hiába következik be egy pillanatban, utána a karmád megint közbeszól, és újra vissza kell térni a tiszta tudathoz. Tehát az első az a tudatforma, amelyik a saját narratíváját, a saját filmjét már meglátta. Ezt úgy hívták, hogy Sróta Ápanna, aki a tudat folyamban lépett. Valójában ez pont a fordítottja volt, hogy aki a tudat folyamból már egy picit kilépett. Tehát aki rájön, hogy a saját karmájának az árvízi hajósa, az már egy picit kilépett ebből a folyamból, és rálátott. Mikor tesszük ezt válsághelyzetben? muszáj akkor rálátni, mert úgy érzed, hogy ahelyett, hogy te egy normál folyón hajóznál, épp egy niagara vízesésen készülsz kenuval lezuhanni, és nem úgy néz ki, hogy túlélnéd. Ez a való életben hogy szokott lenni, amikor azt érzed, hogy bármit mondasz, az hibás. Bármilyen döntés, katasztrófa, bármilyen cselekedet nem az az eredmény, amit akarsz. Az összes érzelmed megcsal, az összes gondolat végtelen ciklusban van. Ismerős? Szerintem mindenki élt eleget ahhoz, hogy ebből valamit átéljen, esetleg az összeset, de ha javasolhatom, egymás után, ne egyszerre. Elég ez darabokban is. Nem kell rögtön meghúzni a kioldó zsinort és mindent magadra borítani. Tehát a Sróta Ápanna az, aki rálátott a tudatfolyamra, szó szerint, hogy a tudatfolyamba lépett. És ezzel, hogy a tudatfolyamot szemléled, és egyre kevésbé kötődsz hozzá, egyre kevésbé azonosulsz vele, ezzel éveket, évtizedeket el lehet tölteni. Miért? Mert a következő már egy elég nagy ugrás. Ez az úgynevezett sakridagámén az egyszer visszatérő. Tehát olyan szépen elégetted a karmához való ragaszkodásodat, olyan jól ülsz a saját kenútban vagy kajakodban, hogy már csak egy életed maradt, miért vissza kell jönnöd. A harmadik az az anagámin, a vissza nem térők. És a negyedik az arahat, a teljesen megtisztult. Valójában a négyből az első a legfontosabb. Ekkor történik benned valami, a másik három az már csak fokozat, sőt azt mondom, hogy díszítőjelző, mert a visszanemtérő és az arahat az gyakorlatilag ugyanaz. Csak egy kicsikét kikerekítették, hogy még több fokozat és vállapon elhelyezhető csillag legyen. De amíg te nem fordítod az energiádat befelé, addig nem látsz rá a tudatfolyamra. Addig a saját egódnak a betege vagy. Honnan tudod, hogy mások meg tudnak az ő saját egójukkal betegíteni? amíg mások olyan hatással bírnak rád, hogy te utána panaszkodsz, üvöltesz, pardonkodsz, szélsőséges reakciók ezreit produkálod, addig a te énséged teljes gőzzel működik, csak nem látod. És ha valaki más jobban látja, és fel is használja ezt az információt, akkor üvöltesz. Miért? Mert fáj. Mert valaki megtalálta a gyenge pontodat. És rútul ki is használta. Tehát fordítsd az energiát befelé, fordítsd a figyelmet nem magadra, ez az önkép, ez teljesen nevetséges, arra a karmára, amiről te képet alkotsz. Tehát ne ítélj magad fölött, ne egy önképet cizellálj és táplálj, hanem nézd meg, hogy nyersen milyen alkotó elemei vannak a lelkednek, milyen karmát hordozol, honnan jön az a beszéd, érzelem, gondolat, cselekedet látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, fogalomalkotás, megkülönböztetés, emlékezés. Ugye milyen gazdag a lelkünk? Még sorolhatnám, mi mindent tudunk. De ezek az alapok, az alapérzékelések, az alap tudatfolyamatok, ebből van a szoftver összerakva. És rengeteg rutin van benne, rengeteg szokás, mintázat van benne, amiről nem is tudunk. Mikor tudjuk meg a saját lelkünk mélyén mi lakozik? Akkor, amikor nem tudsz gondolkodni tudatosan, mert olyan helyzet állt elő, amikor nem vagy ura a karmádnak, akkor bekapcsolnak az automatizmusok, és visznek. Visznek abba az irányba, amivel te nagyon mélyen azonosulsz. Ez a, kicsúszott a számon. Bocsánatot fog kérni. Igen, de már azt nem teheted meg, hogy az a mondat ne csúszson ki a szádon, mert azt már kimondtad. Ups, elszaladt a kezem, majd megsimogatom ott, ahol megütöttem. Igen, csak már nem tudod, meg nem történtét tenni. Van egy nagyon fontos kapcsolatod, akit általak szeretsz. Nézd meg, hogy óvatlan pillanatban milyen érzelmeket táplálsz felé, amikor úgy nem figyelsz magadra, és nem tudod a szerepet játszani. Az milyen? Na ezért érdemes letisztulni egy cseppet, és a teremtetlen, türelmes elviselése az megmaradni abban a nem cselekvő, nem duális tudatállapotban, amelynek tükrében látod ezt az egészet. Meg szokták tőlem kérdezni, de szúnyi, hát akkor hogyan oldom meg a problémámat? És akkor visszakérdezem, mi teremtette a problémádat? És ha őszinte az illető, akkor a ráeső részt meglátja, és azt mondja, hogy hát én. Akkor nézzük meg ezt az ént, hogy ez micsoda. Miből áll? És előbb-utóbb eljutunk az elme duális működéséig, ami a gondolatokat, érzelmeket, egyebeket illeti, és rájön, hogy ugyanazzal az eszközzel nem tudja megoldani a problémát, mint amivel teremtette. Mert ha tovább gondolja, szétgondolja, gondolja, az még rosszabb. Hogyha az érzelmi káoszt plusz érzelmekkel fejeli meg, még nagyobb káosz lesz belőle. Hogyha a beszédet további beszéddel nem tudja megjavítani, akkor csendbe kéne maradni. Tessék a padát elolvasni, amely a buddha tanításainak a négy soros gyűjteménye, és ott nagyon tömörre, nagyon világosan benne van, hogy a dualitásokat dualitásokkal nem fogod tudni meghaladni vagy megszüntetni. Azzal a teremtéssel, amivel kialakítod a szenvedést, nem fogod tudni a szenvedést megszüntetni. Tehát tartózkodni kell ettől a teremtéstől, ki kell vonni az energiát a karmából, ahhoz, hogy az azonosulást megszüntethesd. És ekkor kezdesz el javítani úgy, hogy nem csinálsz valójában semmit. Ezt a nyugat nagyon félreérti, mert azt hiszik, hogy akkor a keletiek lusták, nem csinálok semmit. Nem, nem tudatilag nem hozol létre dualitást, ellentétet, szélsőséget belül, és megmaradsz a tiszta tükör állapotában, és hogy szemléled a karmádnak a folyóját, minden csepp a helyére kerül, minden fodor a megfelelő irányba folyik. Ahogy hallhattad már korábban, enged, hogy a puzzle darabok a helyükre essenek, ahogy fúj a szél, az a szél pont az, ami neked nem kell. Tehát te ne fújkáld az akaratoddal, hogy Hú, majd ott jó lesz, majd ott igazam lesz, majd ott boldog leszek, majd nekem ez így megfelel. Pedig nagy részt ezt akarjuk, ezért kezdjük. És hogyha megnézed, akkor a szélcsendben a puzzle összes darabja, a karmád összes törmeléke egy olyan helyre kerül, amitől egy egész lesz. Tehát, hogyha nem szabdalod föl a lényegedet a gondolkodással, akkor még spontán egyé is válnál. Ehhez nem kell tenned semmit. De nagyon éberen, nagyon világosan meg kell maradnod ebben a pillanatban, ezen a helyen. A jelenléted nem mozdulhat el. Ha elmész a múltba, a múlt tízezer képére felszabdalódsz. Ha elmozdulsz a jövőbe, a jövő tízezer aggodalmas lehetőségévé felszabdalódsz. Ha elkezdesz véleményt formálni a jelenről, akkor a jelen tízezer opciójában felszabdalódsz. Honnan tudod? Onnan, hogy amikor cselekedni kell, akkor nem tudsz. Ha túl sok az opció, nincs akció. Amikor tetrekészség kell, akkor már az opciókat le kellett zárni. Hierarchiába kellett rendezni. Meg kellett tudnod, hogy mi a fontos. Már látnod kellett belül. És hogyha a kettőt összerakod, akkor van a nem cselekvés tiszta, tükörszerű állapota belül. A világgal való egyévválás, mint kölcsönhatás, és a helyes gondolkodás, helyes beszéd, helyes érzelem, helyes cselekedet kívül. Ezt hívják nem cselekvő cselekvésnek, nem dualizáló cselekvésnek. Angolul Sun Tzu csak így mondta, just do it, don't make anything, ne projektálj semmit. Ne hoz létre, ahogy mondtam az elején, metarétekben semmit. Ne minősíts, ne ítélkezz. És hogyha ezektől tartózkodsz, akkor ez a csak cselekvés ugyanolyan tiszta, mint az a tükör, ami mutatja és ekkor eljuthatunk oda, hogy a teremtetlen türelmes elviseléséből a helyes teremtés lesz. De ezt már nem ez a duális elme irányítja, hanem a tükörben megmutatkozó helyes felismerés, helyes kapcsolatteremtés és helyes működés. Nem csak azért hoztam vimala itt, mert egy nagyon-nagyon régi példa. Hogyha utána nézel, klasszikusok között van, hanem azért, mert ő világi volt. Nagyon sokan azt gondolhatjátok, hogy persze, nektek szerzeteseknek könnyű, mert csak ezzel foglalkoztok, meg ott éltek a templomban, meg minden nap gyakorolhattok, és nincs hajatok, ezért samponotok sincs, és törülközővel fésülködtök, és különben is nektek olyan jó. Hát ebből az államból föl lehet ébredni, és Vimalakirti világi volt, és a további történelem során Koreában is és Kínában is kitűnő zengyakorló családok voltak. Nem csak egy szál világi, aki úgy viselkedett, mintha szerzetes lenne, és miután társadalmi kötelességeit befejezte, eltűnt egy templomban. Ilyen is van egy-kettő. De nem ez a modell. Nem az a modell, hogy apuci vagy anyuci eltűnik, azért mert ő befejezte. Ez úgy van, hogy ha felismered az egyéni páros családi és csoportos karmádat, akkor a rádeső részt a szervízben javítod. Ezért szoktuk a templomot a felébredés helyének nevezni. Nem más, csomó egyéb munka is van. De van egy belső munka, ami az igazi önvalónk elérése, és van egy külső munka, ami az elméhez köthető önző vágyak és harag elvágása. És erről beszéltem ma egész este és ez egy rendkívül egyszerű művelet, világiaknak, többségeteknek van haja. És ez nagyon jó. Kevés vagy sok, az most mindegy. De van hajad, fésüld is meg nyugodtan. Egy olyan egzisztenciád, amire jobb napokon büszke lehetsz. Rosszabb napokon egyszer nem tudod, hogy ezek itt kik körülötted, pedig úgy tűnik, hogy a családod. És akkor és akkor meg kéne határozni, hogy éppen merre legyen a következő lépés, kikkel és milyen irányban. Na ehhez kell az a tisztánlátás, amelyet itt a hagyomány európai gyökérzetében és talapzatában úgy hívunk, hogy a karma négy osztályát egyaránt bevilágító fény. Tehát a lényegünk a karma négy osztályában az egyéni, a páros, a család és a csoportos karmában egyaránt megnyilvánul. A buddha természetünk nem különbözik, de az életformánk igen. És az életformánkra való tekintet nélkül, vagy megkülönböztető ítéletalkotó gondolkodás nélkül tudunk gyakorolni. Valójában igazi önvalónk, vagy buddha természetünk az egyetlen, ami közös bennünk. Minden más, az különbözhet. A test, a lélek, a frizura, az öltözet, ez mind különbözhet. De van valami, ami mindig tiszta marad, és ez mentes élettől és haláltól. Vajon mi ez az egyszerű és tiszta? Ez az utolsó három-négy sor Szungszenzen mester költeményéből, az ember útjából fakad, és hogyha enzen az úton együtt szeretnénk járni, akkor semmi más nem kell tennünk, csak néha a nem kettősség állapotába visszatérni, a szóbeliségből elcsendesedni, a cselekvésből a meditáció nem cselekvésébe átmenni, azért, hogy utána helyesebben beszéljünk, helyesebben cselekedjünk, és helyesebben viszonyuljunk egymáshoz a karma mind a négy nagyházában. Mint egyén, én megkérlek, hogy te lásd magad tisztán, de ne ítélkezz magad fölött. Nézd meg, hogy milyen karmát hoztál magaddal, és ne azonosulj vele, de lehetőleg vállalj érte felelősséget. Ezt viszont tudom, hogy csak akkor tehetjük meg, hogyha a szabadságunkat is beláttuk. Az ember egy nagyon érdekes és paradox lény. Csak akkor vállalunk felelősséget belülről, lélekből, nem pedig félelemből és kívülről. Hogyha a karmánk teremtettségét általunk teremtett mi voltát, belátjuk, és ez nagyon ritka, ehhez kell a tükörszerű tisztatudat, ehhez kell a leválasztódás és a nem azonosulás, hogy felfedezd végre, hogy hogyan hozod létre a saját karmádat, hogyan hadsz mások karmájára, hogyan teremtjük életünket és halálunkat magunknak és egymásnak. És ha ez az eredeti, teremtő állapot beáll, akkor azt a szabadságot is látod, hogy te valójában akármit gondolsz most az életedről, azt te teremtetted. Ez a te műved. És kölcsönhatunk egymásnak és egymásért is néha egymás ellen tesszük ezt, de a te dolgod az a te teremtésed. Nem teheted mások kezébe, vagy megpróbálhatod, de az mindig ki fog hullani. És hogyha a szabadság megvan, akkor felnőtt magatartásforma esetén a felelősségvállalás is megvan, mert ugyanaz az érem két oldala. Azért lehet meg, mert ugyanannak az éremnek a két oldaláról beszélünk. És hogyha ezt így látod, és a szabadság és a felelősség nem különül el, akkor nem fogsz egy ideál világban élni. Nem fogod ezt Siralomvölgynek nevezni hanem egy általunk teremtett, tudatosan vállalt életnek és világnak fogod nevezni, és ennek tudatában fogsz változtatni magadon, mert rájössz, hogy a világon érdemben nem tudsz. Igen, ültethetsz sok fát, ezt szeretem, ezt mi is csináljuk. Felszedheted a szemetet, néha templom körül mi is elmegyünk az úton, kis zsákkal, csipesszel, mert nem fogjuk meg más szemetét, de felszedjük. Koreában rengeteg ilyet látsz, ilyen csipeszes bácsik és nénik, és templom körül zsákba összeszedik. Ötször akkora a népsűrűség. Képzeld el. Mennyi szemét lehet ott? Hát elmondom, kevesebb, mint itthon. Úgyhogy érdekes az ember, mert hogyha ezt a szabadságot, a teremtő nem tapasztaljuk, akkor a felelősséget sem vállaljuk a sorsunkért, egymásért. És itt van az, hogy nyugaton ez nagyon szétszakadt. Nyugaton nagyon egy jó és rossz, egy fölső és egy alsó világban élünk, de középpen itt alig vagyunk. Ezért tanítja ezen a középutat. Ezért tanítja a tapasztalati alapú haladást az úton. Úgyhogy ha ebben segíthetek bárkinek, akkor itt az idő kérdezhettek. Én a közelmúltban nagyon közelről végig néztem egy közeli hozzátartozónak a, a halál folyamatát, nekem egy daganatos betegsége volt, és ugye én, én láttam, ahogy napról napra elgyengül, és nekem egy kicsit rémisztő volt az, hogy mennyire csak vitte a sodrás, és hogy egyáltalán nem volt semmi befolyása, és igazából ez volt. Így kérdésként, hogy a, a zenben van-e erre mód, hogy ha egyszer arra kerül a sor, hogy ne csak sodródjam az árral, és történjenek alem a dolgok, hanem hogy ezt az elvállást ettől a testtől, hogy tudatosabban megélni. Mind Mert az... keresztül kötődsz a testhez. Mi a kötél? A lélek, a lelkem. Nem. A lélek az, ami kötődik, mind keresztül. Igen. Hát, ha én ezt tudnám, lehet, nem kérdezném meg. <laughs> Most tanítalak, figyelem. A látáson, és így a szemen keresztül, a halláson, így a fülön keresztül, az ízlelésen, így a nyelven keresztül, a tapintáson, így a bőrön keresztül, gondolkodáson, így az elmén keresztül, érzelmeken, így a szíven keresztül, beszéden, így a szájon keresztül, tehát ezek a csatornák, amiket mi használunk a mindennapi életben, hogy emberek legyünk, ez pont a kötelék. Amikor elolvasod a szívszútrát, akkor az így kezdődik. A valókítés varabót hiszatva, a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, hogy, és utána jön a tanítás. Tehát ha meg akarod haladni az életet és a halált, akkor ami a szívszútrában van, az bizonyos mennyiségű gyakorlás után egy minőséggé válik, és megszűnsz azonosulni azzal, ami eredetileg sem te vagy. Nagyon nehéz azt elhinni, és nem is várom, hogy elhidd, hogy ebben a pillanatban te nem a test vagy a lélek vagy, és ezek kombinációja sem. Eredetileg az a tudat vagy, amelyik mind a kettőt látja, és kész. Tehát nem a szoftver és nem a hardware az eredeti igazi önvalónk, hanem mondjuk az operátor a kedvér. Hát amikor lefut a program, hardware már nem tudja futtatni, operátor feláll és kimegy a szerverterembe. Ennyi volt. De ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, nem szabad ragaszkodnia sem a lélek, sem a test funkcióihoz. És ezt a meditáció által el lehet érni, mint egyfajta Előzetes tapasztalást, ezt hívjuk a meghaladás állapotának. A szútra tovább folytatja, és így szól: Igaz természetében az öt személyiség üres, és ezzel minden szenvedést meghalad az ember. A személyiség a test, az érzés, az érzékelés, akarat és ugye elmebéli tudatosság, tehát fogalmi tudatosság. Ezt én az előbb szépen érzékterületekre lebontva fejtettem ki, hogy érthetőbb legyen. De a szanszkrit skanda szó az nem más, mint építő elem. Tehát az öt építő elem, amiből mi összeállunk, mint ember, az mind teremtett. Teremtett a lélek is, teremtett a test is. Kérdőjel, mi által? senki nem fogja neked ezt úgy elmondani, hogy élő szóból megértsd. A szavak és a fogalmak elvisznek a tapasztalás széléig, de ha becsületes a tanító, akkor elmondja, hogy ezt helyetted nem tapasztalhatja senki. De a helyes tanítással ki lehet zárni a tévutakat, ki lehet vezetni a téves nézeteket, meg lehet szüntetni az elme hamis azonosulásét, nagyon sok mindent el lehet érni a tanítással, ezért is csináljuk ezért is gyakorlunk. De az a tapasztalás, ami életen és halálon túl vezet, ami a test és lélek teremtett mi voltát neked tevőlegesen, tapasztalatszintjén elhozza, az az egyetlen egy út, amivel te tudatos tudsz maradni, akkor is, amikor már a test nem nagyon működik, amikor már az elme nem nagyon emlékszik, amikor már a szív nem eléggé tisztes, az érzelmek kavalkádja jön elő, mert gyenge a tudat, és nem tudja a saját tartalmaitól megkülönböztetni önmagát. Érted? És csak a tudatosság az, ami kiemel ebből a halál közeli káoszból. Én is nemrég végigkísértem egy nagyon közeli hozzátartozómat, képletesen szólva a kórház kapujáig. És akármennyire is közel állt hozzám, és akármennyire is ismerte a tanítást, neki nem volt olyan tapasztalása, amivel a tudatosság, a lélek és a test folyamatai fölé emelkedhetett volna. És ekkor szenvedések között fogunk meghalni. Mindaddig, amíg a fájdalmat, a vesztességet és a halált azonosítod, addig szenvedés van. Hogyha tapasztalat szintjén meg tudod különböztetni a fájdalmat, a szenvedést, a vesztességet és a halált, akkor ezen tudatosság már a legjobb úton van ahhoz, hogy minimális szenvedést okozza magának és másnak a halál folyamatában. Amit te halottas könyvként olvashatsz, akár a tibeti, akár az egyiptomi, az annak a kultúrának a kódrendszerén keresztül íródott, amit azok, akik leírták, tapasztaltak belül is, kívül is, akár visszatértek a testbe egy tapasztalás után, akár nem. Tehát tevőlegesen ezek a halottas könyvek neked csak járulékos segítséget nyújthatnak, mert nem a tibeti vagy az egyiptomi hagyomány eszközrendszerével nősz föl. Nem azt kondicionálja beléd a kultúra, nem az a világképed, nem az az istenképed. Nem abban a vizualizációban vagy rituáléban nőttél föl, és nem azt gyakoroltad 30-40-50 évig. Ha ez olyan mélyen benne van a csittában, az elmében, ahogy azt azok a gyakorlók tapasztalták, akkor a testből kilépve, a tárháztudatból ezeket fogják tapasztalni, ami azokban a könyvekben benne van. De neked ez nincs meg. Ha elolvasod ötvenszer, akkor sem. A te az összes korábbi inkarnációs tapasztalatod ott van. És amikor megszűnik az uralom a test fölött, és a test és a lélek szétválik, akkor először ezek a rétegek fognak megnyilatkozni. Legelőször az érzékszervi, tudattalan karma, mint a kátrány, ha olyat halmoztál fel. Tehát a saját karmát függvénye, hogy milyen tapasztalatod van akkor, amikor kilépsz a testből. Nem attól függ, hogy mit olvastál, hanem hogy mivel azonosulsz a lelked legmélyén. És a gyakorlatnak itt van elképesztő jelentősége, mert a zen négy alapelvet sorol föl, amely által te elkezdhetsz tisztán látni. Az egyik, hogy nem támaszkodás az írásokra. Tehát nem az olvasmányaidból lesz a megoldás. Max a tévutakat fogod elkerülni. Semmi több. De mély információt magad szolgáltathatsz magadnak, második alapelv, közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Ez az a kérdés, hogy mi ez? Ez az eredeti kérdés, Koreiul-Hadú, a jelenségek gyökere, belső és külső jelenségek gyökere, vagy eredete egyaránt. És a kérdés úgy szól, hogy ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, cselekvésben és nyugalomban, álomban és ébrenlétben, testben és testen kívül folyamatosan megállás nélkül mi ez? Na ez az a tudatosság, amiről az előbb beszéltem. Mert a mi ez, mint kérdés, mert egy távolságot teremt a kérdés és a tárgya, a tükör és a jelenség között. Ekkor kezdesz el megszabadulni, ekkor kezd az azonosulás leválni. De ettől nem kevesebb leszel, hanem egészebb leszel. Próbáld meg így fölfogni. A harmadik alapelv az az, hogy a felébredés egyenlő igazi önvaló tapasztalatával. Miért kellett ezt kimondani és folyamatosan újra mondani? Mert ahogy nyugaton rengeteg Isten érv, Isten elv és Isten kép van a teológia nyomán, úgy keleten a tapasztalatok így könyvtárakat töltenek meg, hogy meditáció közben milyen felébredés milyen állapot, milyen változás következett be. Amiről eddig beszéltünk, az a hármas kosárnak az egyik a szuttapi taka, és a harmadik az az aphidama, ahol a pszichológia és kommentárjai vannak. És abban rengeteg olyat olvashatsz, hogy pontosan mi történik akkor, amikor teljesen emelkedett és átalakult, és teljesen éntelen tudatállapotokat közelítesz. És ez mind a felébredés. Ez az ahhoz vezető út, a szakaszok, a lefűződő hagymahéjaknak az illata. Oké? Okay? Igazi önvalód tapasztalata a felébredés. Se több, se kevesebb. És a negyedik alapelv az pedig a tudattól tudatig való közvetlen átadás. És amikor ez megvalósul, ez a négy, akkor nem vezeted magad félre, és így másokat sem. Tehát például, hogy egy haldoklót Kísérsz az útján, akkor a tudattól tudatig való közvetlen kapcsolat csak akkor valósul meg, ha te nem valami írásokra támaszkodsz, és azt próbálod belenyomni ő belé, ha tényleg közvetlenül az emberi tudatra irányultál, és nem merülsz el az érzelmi, gondolati egyéb reflexiókban. És amennyiben tapasztaljuk igazi önvalónkat, olyan mértékben tudjuk a a megtisztulást átélni. Tehát nyugaton a legközelebbi fogalom ehhez az a katarzis maga, és érdekes, hogy pont művészi úton szoktuk legtöbbször átélni, mert hát a többi út az eléggé könyvszagú lett, meg merev lett, meg dogmatikus lett, és, és nem nagyon tudunk vele élni. Tehát nézd meg azt, amikor a felébredés útját, katartikus élményekként szoktuk apostrofálni. Érzed azt, hogy a megtisztulás kell hozzá. Na most, amilyen mértékben tudsz te kapcsolódni a másik lelkéhez, olyan mértékben tudsz neki valódi támaszt adni, meddig a világ kapujáig. Tehát nem kísérheted tovább, mint ennek a világnak a kapuja, de hát azért oda el lehet jutni, és jó pár lépés van odáig. És utána Rossz szóval el kell engedni. Nem így van, útjára kell bocsátani. Az elengedés az ez. Elengedtem. Az útjára bocsátás az, hogy megköszönök neki mindent, megbánom a hibáimat, és megbocsátom az övéit. És a pozitív és negatív tapasztalatokra való egyöntetű, helyes, tükörszerű rálátás az, ami az azonosulást megszünteti a kapcsolattal. Ezt meg kell tudni tenni, miért, mert akkor visszajön a skótkastélyba kísértetnek, hogyha ezt nem csinálod meg. Jó? Azért kell elengedni és a duális Jancsi szöget kihúzni a realitás síkjából, hogy mehessen az útján, és így a harmadik lépés az Isten hozzád, a jó utat. Találkozunk egy következő életünkben, közös karmák mértékében, ha tetszik, ha nem. Van közös karma, találkozunk. Nincs akkor nem. Úgyhogy ezt tudod tenni, ez rengeteg. És nagyon fontos, hogy ne vigyen magával, tehát az együttérzésünk olyan ragaszkodását tud átminősülni, hogy beleugrunk fejest a sírjába. És állítólag azért, mert segíteni akartunk neki. Nem. Ezzel nem segítesz. Nem segítesz. Nem ez az áldozatvállalás helyes formája. Tessék kijönni a sírból, jó? És élni. Miért? Mert életben vagy. Életben vagy, az a dolgot, hogy éljél kiléptél a testből úgy, hogy már nem tudsz oda visszamenni, mert a test nem engedi, akkor be kell látni, hogy ennek az inkarnációnak ebben a változatban vége. Tessék menni innen, semmi dolgod. Ne legyél te lidérces álom mások éjszakájában. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm. Egyéb kérdés? Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire avatkozunk bele ö, akkor az ember életébe, illetve halálába, hogyha szervdonor. Illetve, hogyha ha szervdonor akar lenni, vagy hogyha nem akar. Azzal... Elég erősen. Mondok egy példát. Képzelj el egy olyan étkezést, ahol nincs mindenkinek tál. Neked van, de a másiknak nincs. És oda szeretnéd adni hogy adod oda? Úgy, hogy nekem nem lesz tálam. Ó, ennyire ne legyél már önfeláldozó. Tehát mondjuk azt, hogy te is eszel mondjuk egy féladagot a tálatból, fél idő alatt, mm. és a másiknak is odadod, hogy legyen tája, őnek is jusson. Milyen állapotban adod át azt a tálat? Vagy tányért? Mm. Jó állapotban, mert... Mi a jó? Nem használható állapotban. Ezt úgy tudjuk, hogy tisztán. Tehát nem a saját ételmaradékomtól és egyebemtől terhelt módon, koszosan, használtan, hanem kitisztítom, és úgy adom neki oda, hogy ő tiszta tányérból vagy tálból legyen. De ezt egy szerve nem tud megcsinálni. Tehát bármilyen átültetésről van szó, a maradványkarmád a sejtszintű emlékezetben ott van. És néha ez nagyon erős. És hogyha kiderül, hogy a donornak milyen karmája volt, akkor például szívátültetés során elég érdekes dolgok történnek a kedvezményezettel. Ugyanis ez az egyik legnagyobb információforrásunk. Meg ez. Utána még egy-két szép a máj. Elképesztő, milyen érzelmi karma van benne. Úgyhogy a sejtszintű emlékezet az bizony a szervet kapó karmájával elég komolyan kölcsönhatásba kerül. És ezt úgy mondom, hogy ö, semmi más nem kell tenni, csak elolvasni nagyon komoly, két-három ezres mintavételen alapuló hiteles tanulmányokat. Semmi mást. tehát Magában az orvosi társadalomban a szakmában megvannak ezek a leletek. Nem kell különböző ezoterikus vagy egyéb forrásokhoz fordulni ezért. Megvan a tudományban magában. Úgyhogy ilyenkor, aki kap egy ilyen szervet, egyrészt nagyon köszönje meg, másrészt, mert ez a megköszönés, ez az integrációt segíti, az a dolga, hogy ne lökje ki, ha már ekkora munkával eljutott hozzá, és utána pedig tessék ezt a karmát is uralni. Mert beemelte. Sejtszinten, szervszinten, szövetszinten beemelte. Úgyhogy azt a karmát, amit a másik beletett, azt nem tudtak kivenni. Azzal együtt jött a szerv. Oké? Okay? Én egy kicsit így visszakanyarodnék erre a donor kérdésre, de abból a szempontból, hogy a mesterséges megtermékenyítés, vagy a gyereknek a születése oly módon, hogy ugye alapjában adott esetben a szülőknek nem jönne össze, akkor ez a gyermek karmájára, vagy a szülők karmájára milyen hatással, vagy hasonló ez analógia, mint a szervdonor esetében? Szerinted hány tízmillió ilyen eset van már a világon? Rengeteg. Most én ezekből, szerinted, mennyit ismerek? Hát, nem tudom. Semennyit. Párat. Most hitelesen hogyan mondjak bármit erről, hogyha te általánosan kérdezed, a gyermek, a szülők, egy általános kérdésre lehetetlen konkrét választ adni. Pedig a konkrétumokban van tényleg a megoldás akikkel eddig én találkoztam, az a tucatnyi, akikkel beszélni is tudtam, és láttam a karmájukat, sok mindenben megegyeztek, de az nem jelenti azt, hogy az a pár tíz vagy száz millió ezt ne írhatná fölül. Az egyik nagyon fontos tulajdonság az, hogy mivel az az érzelmi tér, az a hő, az a vágy, az az egyesülés nem volt jelen a fogantatásukkor, ami egy természetes úton fogant gyerek esetében megvan, az érzelmi karmájuk nincs annyira integrálva a személyiségükbe. Magyarul nehezebben fejezik ki az érzelmeiket. Nehezebben tudják beindítani a kazánt belül, de ez nem jelenti azt, hogy minden esetben ez így van. És a szülőköz való kötődés, illetve a test és lélek viszonya más. Ez az úgynevezett hideg fogantatás a mesterséges. De ez nem jelenti azt, hogy ezt ne tudnák fölülírni tudatos, helyes viselkedéssel, mind a szülők, mind a környezet. Tehát ez nem visszafordíthatatlan. Értem. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés itt? Azt mondtad, hogy ha valakit az útjára kísértünk, most nem is konkrétan egy halálesetre gondolok, hanem párkapcsolatra, és hogyha megköszöntük, bocsánatot kértünk, megbocsátottunk, és, és, az Isten veled is megvolt, ez a három lépés, akkor utána, hogyha van közös karma, akkor találkozunk, ha nincs, akkor nem. De azt nem, nem mi teremtjük a, a karmát. Igen, csak nem mindent lehet rögtön így elmulasztani. Ha a viszonyt megváltoztatod a közös karmához, akkor már teljesen másképp fogadod a jelenlétét. Tehát például remény és félelem nélkül. Tehát, hogy a vállás után miket megcsinálnak a párok egymással, miután már elvileg nincs kapcsolat, hát az valami ilyetetlen. Ez a maradványkarmának a megélése, kérem szépen. Hát, nem igaz az, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba, de nagyon sokszor. Csak ugyanazt a szemetet viszi, amit nem pucoltál ki belőle. Úgyhogy az, hogy ezt megteszi az ember jó hiszeműen, lélekből, tehát a köszönöm, a hála, a szívesen, illetve a megbánás, megbocsátás, illetve az útrabocsátás, ez önmagában nem azt jelenti, hogy ebben a pillanatban nyomógombbal minden karma megszűnt. De a viszony a karmához megszűnik. Miért? Mert megváltoztattad az illető jelentőségét az életedben. Már nem reméled azt, hogy valami örömöt fog okozni, és nem félsz attól, hogy az intim zónán belül akkorát kapsz tőle, szeretetteli közelségből, hogy utána napokig sírsz. Miért? Mert közelengedted. Mert engedted, hogy szeressen, és te is szeretted őt. És ebből az elképesztő közelségből kaptál akkorát, vagy azt hitted, hogy ilyen nincs, de kiderült, hogy van. Ezt úgy hívják, hogy visszaélés a bizalommal, visszaélés a szeretettel. És ezt mindannyian megéltük, nézd magadba, és el is követtük, néha koszos kézzel, néha szándékosan, néha véletlenül. De az nem jelenti azt, hogy ez rögtön megszűnik. Ehhez a mozdulathoz, amit három lépésben leírtunk, azt mindig tudatosítani kell, hogy ő már más. Ő már nem az, akitől remélek valamit, vagy félek. És ekkor tud olyanná minősülni, igen, tudod a nevét, megvannak az emlékek, de polaritásában, jelentőségében nem több, mint az a járókelő, aki ismeretlenül elmegy a terasz vendéglő előtt. Csak annyi, hogy őróla tudsz mindent, amit a kapcsolat adott ez jelenti azt, hogy még talál, ha van közös kormánk, akkor majd még találkozunk? Szeretnéd? Tehát akkor ilyen közömbös módon. <laughs> mit jelentsen? Na mondd meg, mit jelentsen? azt fogja. Határozzá. Most, 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 teremted. Most, most teremted. Döntsél. Hát azt szeretném, hogy találkozzunk. Akkor az lesz. <laughs> Kellemes találkozást szeretnél? akkor ugyanígy mosolyog, mint ahogy most rám. Köszönöm szívesen. 20 éves fiam kapcsán kérdeznék. Nemrégiben beszélgettünk a, ugye a klíma -katasztrófa kérdéséről. Van olyan ember csoport, akik nagyon rettegnek tőle, és mint kiderült, ő is. És emiatt teljesen céltalanul néz előre. Én tudok-e benne, vagy neki bármit is segíteni, el kell vele olvastatni Dante poklát, ami úgy kezdődik, az emberi lett útjának felén nagy, sötétlő erdőbe jutottam. Erről tudjuk, hogy akkor még volt erdő. Még nem írtották ki. Tehát, hogyha ő szeretne valamit, ami más, mint ez a pokol, amit most éppen teremtünk, akkor tegyen érte valamit. Olyan nincs, hogy nincs cél, hiszen mindenki, aki megszületett, Természetes inkarnációja végig szeretne élni, és nem is akárhogyan. Mi jól szeretnénk élni. Normálisan szeretnénk élni. És ehhez tennünk kell. És végképp nem az, hogy egymást győzködjük, vagy különböző ilyen mondva csinált dolgokban szeretnénk elégtételt, vagy kiutat találni. Az egyetlen egy út az, hogy helyesen cselekszünk. Lehetőleg közösen. Tehát nyugodtan lehet abban gondolkodni, hogy egy fa ültetésével te mennyi széndiokszidot kötsz meg. Nem sokat, de azt megkötöd. Valójában a tengerben kéne inkább rendet csinálni, a fák azok eléggé egyensúlyban tartják ez, nagyon keveset kötnek meg nagy átlag hosszú idő tekintetbevételével. A tenger az, amelyik a nagy részét elnyelné, ha hagynánk, de nem hagyjuk. És az első, hogy ne féljen, hanem tudjon. Tehát tanulmányozza azt, hogy valójában mi történik, nagyon sok hiteles forrásból rá lehet jönni, és kérdezze meg magát, hogy miért pont ebben az időszakban született tőle a Földre. És nincsenek balesetek véletlenek ez hogy rossz időben, rossz helyen, nagyon jó családba született, itt ülsz. Hát ez egy nagyon jó család. Tehát mi a dolga? Ha ezt nem találja meg, akkor állandóan Úristen, félek, rettegek, ez lesz, az lesz. Igen, miért lesz ez? Látjuk, mi lesz. Miért? Mi az oka? Mi a megszüntetése, és mi a megszüntetés útja? Ezzel elmondtam a négy nemes igazságot. Merjünk szembeülni felnőtt módon a szenvedés tényével, a szenvedés okával, találjuk meg a megszüntetését, és járjuk végig a megszüntetés útját. Miért? Mert ha nem, akkor csak több lesz. Akkor csak több szenvedés lesz. Rengeteg munka van. Tehát mondd azt a fiadnak, te most rettegsz. Na most ehelyett cselekedni kéne. Mit akarsz tenni az ügyben, hogy ne az legyen, ami a legrosszabb világkép? Hogy cselekedjen. És lehetőleg ne egyedül és céltudatosan, és jól informáltan, egy teljes, minden megváltozik, jó? Azért jöttem el, mert én nemrég jöttem ki a kórházból, egy sématerápián vagyok tol, még depressziós vagyok jelenleg, kedélyjavítót szedek, és nagyon rosszul érzem sokszor magam, hogy amikor nem vagyok gyógyszerhatása alatt, akkor jönnek ilyen kritikus hangok és ezen szeretnék változtatni. Ehhez egy magasabb energiállapot és egy leegyszerűsített tudatállapot kell. A zen az önmagában nem gyógyszer és nem váltja ki a kezeléseket, de hogyha te ezzel a terápiával a személyiségedet alapszinten rendbeszeded, és már nem kell rendszeresen semmilyen pszichoaktív gyógyszert szedned, akkor az zen gyakorlat segíthet. De ez az út tényleg göröngyös, mert az az út, amivel te meghaladod ezt az állapotot, amit a nyugati orvoslás, vagy akár a keleti beszabályoz, és küszöbértékek közé rak, gyógyszerrel és egyéb módon, annak a meghaladása elég nagy erőfeszítés. Mondok egy példát. Az a hajós kapitány, aki a hajójával rengeteg zátony között kell, hogy navigáljon, és nem ismeri a terepet, azt a tengerrészt, egy szélroham esetén szinte biztos, hogy zátonyra fut. Nincs elég reakcióidő. Ha a karmád még nem elég stabil, jön egyetlen egy belső indítatás, és odavág. Ha a kapitány megvárja a dagályt ami bizonyos helyeken akár másfél-két méter is lehet, az úgy fölemeli a tengerszintet, hogy szépen keresztül vitorlázik az öblön, úgyhogy alatta vannak a zátonyok. Ezt a hasonlatot arra mondom, hogy ha te lelkednek és testednek a tudat tudatszintje megemelkedik, azzal az energiaállapota is megváltozik. És egy magasabb, erősebb energiaállapotban te nem válsz a saját karmád zátonyainak az áldozatává. Na erre a gyakorlat lehetőséget ad, ezzel nem ígértem semmit. Mert ezt te fogod megtenni, ha megteszed, és önmagában az gyakorlat ugyanolyan üres és teremtett, mint minden más jelenség a Földön. Amit kihozol belőle, az lesz. Úgyhogy én kívánom azt, hogy sikerüljön, az Nben úgy becsatlakoznod, hogy megismered a gyakorlatnak ezt a jótékony hatását is. És itt van egy pár egyenlet. Minél többet gondolkodsz, annál gyöngébb a tudat. Minél többet beszélsz, annál jobban széttagolódik. Minél magasabb egy tudat energiaszintje, annál jobban le tud egyszerűsödni a tudatállapot és az identitás. És ennek a fordítottja is igaz, amilyen mértékben leegyszerűsíted az öntudatodat, olyan mértékben nő az energiád is. Tehát az, hogy állandóan magunkról gondolkodunk, az a lehető legrosszabb dolog, ami történhet. Igen, kommunikálj, hogyha akarsz, de magadról így üresben, belső körökben ne gondolkodj és ne hallgass a saját hangjaidat, mert teljesen felesleges. Azok a hangok az elmédnek a különböző szintű működéséből következnek. Tiszta a tudatod, tiszta a hang is, ha nem tiszta a tudatod, akkor ilyen elképesztő sületlenségeket és ne a borzalmakat mond a saját elméd. Néha több hullám hosszan. Tehát ezzel megint nincs baj, csak meg kell találni azt a pontot, amikor mindez megszűnik. És ezt meg lehet találni. Innentől kezdve kezdesz megszabadulni attól a karmától, ami korábban depresszióba vitt. Mi a depresszió? Energiahiány. Energiahiány miért? Mert az elme elveszi a lélek energiáját. Állandó fogalomalkotással, beszéddel, gondolkodással, érzelmek táplálásával többet merítesz ki a kútból, mint amennyi víz benne van, és beomlik. Tehát az energiállapotot kell ismét megemelni, ezzel a tudatformákat, tudatfolyamatokat leegyszerűsíteni, és ennek a fordítottja is igaza, ahogy az előbb mondtam. Egyszerűbben, tisztában, és az energiád megemelkedik. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. Hogyha olyan találkozom, hogy valaki sok információt összeszed a buddhizmusról, a kereszténységről, valamiféle olyan elakadása van, ami például abban nyilvánul meg, hogy a buddhizmust áldozathibáztató vallásnak látja. Miféle elakadásban lehet az, aki így reagál e ezekre a dolgokra? Nem hajlandó az és okozat folyamatát látni, és lezárja az önképet ott, ahol még az neki kedvező. Tehát az áldozat áldozathibáztatás ugyanolyan ö, hamis és helytelen dolog, mint az elkövetés meg nem látása. És az az igazi, amikor az elkövető és az áldozat találkozik belül. Ne várd azt, hogy kívül. Tehát te hogyan kerültél abba a helyzetbe, hogyan hoztad létre azt a személyiséget, amelyik áldozattá vált? Ez nem áldozathibáztatás, nem. Ez az ok és okozat működésének a kimutatása. Miért? Mert egy évvel ezelőtt nem voltál áldozat. Tíz évvel ezelőtt sem, tíz napja kezdődött a dolog. Hogy? Hogy kerültél abba a helyzetbe? Ha ezt nem derített föl, akkor mindig az van, hogy a másik az elkövető. Tehát, ha valaki elkövető, akkor ugye nem szoktuk azt mondani, hogy elkövető hibáztatás, mert ez már alapból hibás. Tehát akármilyen elkövető, az már hibás. Mit követett el? És most jön a legdurvább kérdés, hogyan lesz az elkövetőből áldozat, és hogyan lesz az áldozatból elkövető? Ezt kéne megnézni, miért, mert valójában ez a karma körbe-körbe forog. Apróság. Ha te áldozattá váltál, akkor te jogosan érezheted azt, hogy bosszút állhatsz. Abban a pillanatban elkövetővé váltál. Amikor felébred a bűntudat, akkor áldozat lett -e. Nézd meg ezt a két hidat. Ezen mászkálunk oda és vissza, és válunk elkövetővé és áldozattá. Tehát mondjunk le a hibáztatásról, az ítéletalkotásról, de az égszerelmére lássuk már az ok és okozat ciklikus működését helyesen, és akkor nem fogunk elkövetővé vagy áldozattá válni. Mind a kettő hibás. Oké? Okay? Hogy tudok segíteni a 11 éves fiamnak, aki nagyon vágyik az apjára, de az apja teljesen elzárkózik tőle. Mindenféle kapcsolat. Együtt éltek? Nem. Gondolom nem. Hát talán belátni azt, és azt hiszem, hogy itt te érzelmileg ezt már úgy nagy részt megtetted, hogy a gyereknek ugyanolyan joga van az apjára, mint az anyjára, és ha a szülők már nem férként és feleségként élnek együtt, akkor legyenek szívesek egymást, mint anyát és apát tudomásul venni. Ez alap. Abban a pillanatban, hogy az a lélek lejött, a szülőpárnak tudnia kell, hogy onnantól kezdve már igazán nem róluk szól ez a kapcsolat, hanem arról a gyerekről, vagy gyerekekről, akik leszülettek hozzájuk. Ez az óriási éntelenedés, amit néha nem veszünk észre, hogy mennyire szükséges, mert beburkoljuk különböző távoltartási végzésekbe, hogy mennyire szüksége van a gyereknek az apára és az anyára egyaránt. És ezt meg kell szervezni kompromisszumok kőkemény kidolgozása által, hogy meglegyen az apa is, és az anya is a gyerek életében, ha már nem élnek együtt, és akkor nincs férfeleség viszony. Úgyhogy a kettő szétválasztásával kezdődik, és azzal, hogy a gyerek viszonylag harmonikusan tud a kis táskájával menni egyik helyről a másikra, és hogyha apa és anya megteheti, mert ez nagyon sokszor nem anyagi kérdés, hanem itt dől el, hogy ne a gyerek legyen a vándor, hanem a szülők. A gyereknek legyen egy stabil otthona, a gyerekszobája mindene és a szülők járnak hozzá. Van olyan ország Európában, ahol ezt megcsinálták, és sokkal kevesebb pszichológiai probléma van a gyerekkel, főleg korban, főleg amikor elkezd ugye érett felnőtté válni, rögösen, keményen az úton, és akkor nagyon szükség lenne mind a két szülőre. Kapja a tajslét szegény jobbról-balról, és akkor mind a két szülőre nagyon-nagyon nagy szükség, hogy tartsák, tartsák, hogy most éppen ne csinál hülyeséget, édesfiam, édeslányom. édes, fiam, édes lányom. És hogyha nem tud valamelyik szülőben megbízni, akkor elbillen az egész. Ha nincs ott, már is billent. Tehát ez azért jóval több, mint puszta családjog. Itt arról van szó, hogy a gyereknek eszméletlen meló lesz később kivenni, azokat a kényszerreakciókat, amik egyik vagy másik szülő hiányából fakadtak, be tudnak égni kőkemény, és a felnőtt életét úgy befolyásolja, hogy az hihetetlen. Az az alap, hogy le fogja másolni a vállást, mint mintát. És ez tudom, hogy néha egy olyan kapcsolat, ami nagyon mérgező, csak úgy gyógyítható, hogyha külön élnek. Tehát van olyan, hogy nem tudod megjavítani. Tehát remélem nem az elvárást hallott ki a hangomból, csak azt, hogy a gyereknek mire van szüksége. És ezt meg kell neki adni, amennyire lehet. Teljesen nem fogod tudni megadni. Senki nem tudja teljes mértékben megadni, mert ez a Föld ez egy nagyon tökéletlen hely. De legalább arra rájövünk, hogy mennyire függünk egymástól, mennyire egymásra vagyunk utalva, milyen elképesztő kötelék a test és a lélek egymáshoz születése. Ha ezt a köteléket nem fogjuk föl, nem hajlunk meg előtte, akkor törni fogunk, és másokat is összetörünk. És ezt nem kéne. Épp elég szenvedés van már a világon. Tehát az, hogy ő nem tudja tartani a kapcsolatot az apjával, ez nem rajta múlik. és ebből 11 a szemző... évesen ezt nem lehet számon kérni. Az apjának kell. Igen, de az apja zárkózik el teljesen. Akkor és itt ezért van az anyának a szerepe, az az a tiéd. Tehát le kell ülni apukával, és ezt meg kell beszélni, hogy mit szeretne. Mert hogyha lehet, 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 lehet. Ne becsüld alá az érzelmeidet, vagy azt a kötést, amiből a gyerek született. És nem várt módon a legkeményebb férfi ego is darabokra hullik, csak meg kell találni azt a nyomógombot, amitől az egész úgy, ahogy van, szétesik. Megvan. És ezt a hölgyek nagyon jól tudják, csak nem mered használni. Nyugodtan minden léleknek van gyenge pontja, minden egoitásnak van egy rése. ott, ahol az igazság bemegy. És fel kell tenni neki a kérdés, hogy mit akarsz, mit akarsz a gyerekedből 18 évesen látni. Mind menjen keresztül a gyerek a serdülőkora során. Jó kemény kérdések, és közben pedig szeretet a kettő együtt bitang Utolsó két kérdés. Páromnak van egy kislánya az előző párkapcsolatából, és abba szeretnék tőled segítséget kérni, hogy én ebben a helyzetben nagyon nehezen találom meg, hogy nekem mi lenne a helyem, meg a dolgom. Hát egy nagyon furcsa dolgot fogok javasolni. A Kislány édesanyjának meg kell köszönni, hogy életet adott neki, és az ő lemondása által most ez a kislány a ti családotok része. És, és ott lehet veled. Tehát be kell emelni az anyját a családi hierarchiába, még akkor is, hogyha valahol távol van. Mert hogyha jól értelmezem, akkor a mostani férfi az életedben ő már nem tart aktív kapcsolatot a lány édesanyjával. De mégis a család tudattalanyában ott van esetleg a horizonton túl, vagy ünnepnapokon, születésnap, teljesen mindegy, de az ő cselekedete, hogy világra hozta ezt a kislányt, az bizony tagadhatatlan, és ezt meg kell tudni köszönni. És azt mondani, hogy a mostani párod életében a leány anyja előbb volt és előbbre való, mint te. Ez a hierarhia, ez egy törzsi, kőkemény hierarchia. Visszahalhatsz különböző pszichológiai iskolákat ebből a válaszból, de ez nem attól függ, hogy éppen ki milyen könyvet írt. Ez úgy működik, ahol a régi klánszerű társadalmakat látod, ahogy az emberi törzsek, klánok, családok működnek. Tehát ez íratlan törvény. Az, hogy valaki ezt leírta, megköszönjük. Vagy valaki rendszert alkotott belőle. De ez akkor is így lenne, hogyha senki nem írta volna le, csak könnyebb. Úgyhogy ha ezt belül megteszed, akkor mind a lány apjával, a mostani pároddal, illetve a kislányal jobb lesz a viszony, és te megtalálod a helyedet a család vagy a klán hierarchiájában, mert már több családról van szó. Jó? Nem az a helyzet, hogy a kislány anyja nincs a képben, sőt, nagyon is a képben van. Itt az esetben is. Gondoltam. Mondtam, hogy valahogy kicsaljuk itt ezt a helyzetet, hogy kimutassuk a valódi problémát, és ekkor elsőbséget kell neki adni, mint annál a táblánál az utcasarkon. Elsőbséget kell neki adni, mert ha nem, akkor állandó rivalizáció, teritoriális harc és egyebek vannak, és itt a kulcs az apuka. Hogy apukának belül rendbe kell tenni, hogy melyik nő az első az életében, és a család működését illetően a lány anyja volt előbb. És utána jössz te. De te most fontos vagy, mert te vagy a jelen és remélhetőleg a jövő, és a lány anyja a múlt. Na ezt a tengelyen le kell szabályozni, hogy ki a múlt, ki a jelen, ki a jövő, és azt is, hogy a hierarhiában ki van előbb. És így ez szépen össze tud állni. Köszönöm. Szívesen. Mostanában elég sok negatív dolog történik velem fizikai síkon, és úgy érzem, hogy ez, ez egy más világi dologról jön át. Ö, próbáltam védekezni, például ilyen, hogy vettem obszidián dolgokat, mert azok állítólag megvédenek. Ö, például karkötőt vettem, ami háromszor elszakadt, vettem egy nyakláncot, ami egyszerűen kiesett a tartóból. Ilyen dolgok történik, például, hogy kigyullad egy autó, ami meg nem szabadna kigyulladni. Leszakad egy polc, ami ott van már évek óta, de úgy szakad le, hogy ott ültem egy órán és néztem, hogy ez nem lehetséges, hogy ez így történik. Úgy érzem, hogy valami, valami rajtam kívülálló dolgok miatt történnek ezek, és hogy létezik el valami mantra, ami, ami megvéd ezektől a dolgoktól, vagy kiegyenlíti ezt a, a negatív dolgot. Nincs ilyen. A megoldás ez a figyelem. Tehát meg kell figyelni, hogy nincs két világ, egy van. Tehát az elme oszthatja a láthatót és a láthatatlant annyi felé, amennyi felé akarod. Valójában egy világ van, miért? Mert hogyha ezt az osztást te nem végzed el, akkor nem merül föl az, hogy egy vagy sok. Viszont, ha figyelsz, akkor meglátod, hogy a polc hogy van főcsevarva, hogy az az autó valójában miért gyulladt ki, és a többi. Tehát mind a lelki, mind a fizikai síkon az ok- és okozat törvénye világos. De néha az elmének a projekciói elfedik. És pontosan a figyelemmel, hogy ebben a pillanatban most mit látsz, mit hallasz, mit érzel, mit teszel, ezzel a figyelemmel tudod leszedni ezeket a projekciókat. És így nem lesznek illúziók, nem lesznek kényszerképzetek nem pontosan azt látod, ami van. Ez kell. Csak figyelni kell. És ehhez a meditáció alapformája bőven elég. Semmi különleges nem kell hozzá. Jó? Köszönöm. Szívesen. A kérdésem az, hogy a buddhizmusnak a zen vonala ugyanaz, de a másik vonal úgy nevez, hogy gyémánt út. Nem. Ez egy tibeti vonal, a zenben ilyen drága kövek nincsenek, sokkal inkább tus, ecset és is papír. Tehát a gyémántút az természetesen a karmakadjú vonalnak egy tisztelt és veretes irányzata, de az enhez nincs köze. Én csak ezt a fogalmat szerettem volna most magamba helyre rakni. Ennyi. Hogy, hogy, érzed? Sikerült? Igen. Örülök, hogy eljött el. Megköszönöm mindenkinek a figyelmet, azt, hogy ma közösen ebben a teremben a darmát ismét a felszínre tudtuk hozni. A gyakorlásra szeretnék gyöngéden sarkalni mindenkit, hogy tehetségének, erejének és idejének függvényében találjon egy olyan hagyományt, amelyet szívesen követ. Teljesen mindegy, hogy az hogy öltözik és milyen köntösben jelenik meg. A fontos az, hogy a tanítóval, a tanítással és a tanítványi közösséggel egy természetes, világos kapcsolat legyen. Ekkor tudunk gyakorolni, letisztulni, meghaladni a karmánkat, és ezáltal megszabadulni a szenvedéstől, és segíteni másoknak ugyanezt tenni. Köszönöm a figyelmet!